A 2003-as rally világbajnok norvég Petter Solberg egykori autójával egy Subaru Impreza VRC-vel tesztelt a csík motorsport. A 14 éves Subarut egyébként teljesen felújították, a motort és a hajtásláncot is kicserélték benne. A Csík Zoltán, Csík Zsuzsanna versenypáros a technikás és kanyarokkal teletűzdelt nyomvonalú Czeredi pályán rótta a köröket. Az 5 órás teszt célja az volt, hogy minél jobban sikerüljön megismerni az új autót, és tökéletesíteni a beállításokat. Miután Csíkék korábban egy Lada VFTS-sel indultak az ORV rally futamokon. De nem ez volt az első alkalom, hogy vezethette Csík Zoltán a Subarut, mivel korábban már 2 futamon, Miskolcon és Székesfehérváron is indultak. De akkor a navigátor ülésen nem testvére Zsuzsanna, hanem Csökő Zoltán ült. A Csík Zoltán-Csökő Zoltán duó jól szerepelt ezeken a versenyeken, a P14-es géposztályban Miskolcon kategória első, míg Székesfehérváron harmadikok lettek. A Czeredi teszt nagyban segítette a navigátori ülésbe visszatérő Csík Zsuzsannát, és azért is esett a Czeredi útszakaszra a választás, mert ez a pálya hasonló az ózdi gyorsaságékhoz. Az idei rally bajnokság záró futamán Ózdon október 28-a és 30-a között bőgnek fel az autómotorok.